Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, mert most is fennáll a társadalmi robbanásnak a veszélye. Annak a társadalmi robbanásnak, amit egyébként sajnos pont a mai napon próbáltak cáfolni a kormányzati oldalon. Mert ez a társadalmi robbanás itt van a nyakunkon. Tisztelt kormánypárti képviselők mind a ketten. Az idei év a családok éve. És hogyha önök ezt egy egészen picit is komolyan gondolják, akkor nem utasíthatják el ezt a javaslatot. Mert ez a javaslat, ez lehetővé teszi, hogy családok, gyerekek, szülők ne kerüljenek utcára. Önök éppen arra készülnek, hogy a hajléktalanságot bűncselekménnyé nyilvánítsák. És legyünk őszinték, a hajléktalanságot elsősorban megelőzni kell. És ez egy nagyon jó javaslat az irányba vezető úton, hogy ne legyenek magyar családok ezrei, tízezrei hajléktalanok. Mert ugye miről is beszélünk? Arról beszélünk, hogy pontosan aki vett föl deviza alapú kölcsönt, tudja, hogy tisztességtelen piaci magatartást valósítottak meg a bankok, amikor nem kellő tájékoztatás után, vagy amikor a kockázatoknak az elhallgatása után nyújtottak kölcsönöket, így hozva olyan helyzetbe a hitelfelvevőt, hogy felelősen döntsön, hogy ne tudjon felelősen dönteni. És én azt gondolom, hogy ez a javaslat, ami felfüggesztené a végrehajtásokat, ez lehetőséget nyújtana annak a több száz jogi eljárásnak a lefolytatására, amelyik a mai napig is itthon és az Európai Unióban is vizsgálja annak a valóság alapját, hogy vajon tisztességesen jártak el a bankok. És azt gondolom, hogy a végtörlesztés, amit önök megoldásnak neveztek, az nem volt az, ez lehet az első lépés a megoldás útján.